Köszöntöm nézőinket, önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mi fért mai műsorunkba. Csapadékvíz elvezetési program indul Dombóváron. Új év köszöntő rendezvényt tartott a Dombóvári Ózon Asztma Egyesület. Korszerűbbé válik a Dombóvári Rendelőintézet. 11 csoki tortát ajándékozott a Dombóvári Vállalkozói Egyesület az ovisoknak. A havas dombóvári táj elevenedett meg a kiállításon. 1,2 milliárd forintos költségvetésű csapadékvíz elvezető fejlesztési program indul Dombóváron. A tervek szerint a munkálatokkal jövő nyárig elkészülnek. A projekt jelenleg a tervezési előkészítési szakaszban tart, de az már most biztosra vehető, hogy az érintett területen lakók új autóbejárókat kapnak a fejlesztési folyamat végén. Ez Dombóvár következő fejlesztésének helyszíne, az Ady Endre utca. Bár első látásra a vízelvezető rendszer jól működhetne, ám a megváltozott időjárási viszonyok azt bizonyítják, hogy ez még sincsen így. Ezek után döntött a város vezetése arról, hogy az idei esztendő egyik nagy beruházása lehet a csapadékvíz elvezetést megoldó építkezés. Azt gondolom, hogy kiemelt feladat minden település életében, és a legnagyobb elmaradás Dombóváron ebbe tekintetbe vélhetően ezt fedeztük fel. Nyilván az utak állapota ennél rosszabb, de azt gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel, amit tavaly pályázati kiírás megadott, élni tudtunk és élnünk kellett, hiszen Dombóváron átszelő Ady Endre utca és Fő utca tekintetében tudtunk 3 darab pályázatot beadni, mind a 3 pályázatunk nyert, így gyakorlatilag 3x400 millió forintból, 1,2 milliárd forintból megépülhet a közeljövőben Dombóváron, közel 4 km csapadékvíz elvezető áruk, ezzel párhuzamosan felújításra kerülnek még ezzel párhuzamosan futó járták, illetve még nagyon fontos is az, hogy a lakosság ennek fog a legjobban örülni, mindenki egyforma hidat fog kapni, és azonos méretben térköves hidon tudnak bejárni a saját portájukra. A beruházás jelenleg a tervezési előkészítő szakaszban van, ennek részleteiről írták alá a szerződést a tervező és a megbízó Dombóvárváros. A mostani helyzet ugye, mint mindenütt, ugye javításra szorul, tehát ugye a jellemző az, hogy a csapadékvíz mostanában ugye nagyobb mennyiségben, rövid idő alatt nagyobb mennyiségben hull le, és ugye ez jelentős problémákat okoz. Tehát ugye itt a tervezésben is van egy olyan alapszabály, ami alapján ugye egy hosszabb idejű, nagyobb csapadékmennyiséget szoktunk méretezni, és annak megfelvezetjük el a csapadékvizet. Tehát ugye mindenütt ez megoldást szorul, és itt ugye jelentősebb problémák merültek fel az utóbbi időszakban is, hogy ez megoldódjon ezen a területen is. Megpróbáljuk ugye a csapadékvizek helyben történő elhelyezését megoldani, tehát ugye a szikkasztással, vagy olyan egyéb módon, ami amúgy a helyben tartást biztosítaná. Viszont ugye, ha ez nem megoldott, ugye az elvezetésről, illetve a minél előbb történő elfolyásról gondoskodni kell tervezés során. Gyűjtőhelyre tudjuk összehozni, megpróbáljuk kivezetni a városból és a Kapos folyóba bevezetni ezt a vizet, a már meglévő zárt rendszerbe tudjuk rávezetni ezt a vizet. Nyilván nagyon célszerű lenne, és azt gondolom, hogy a klímastratégia foglalkozik is ezzel, hogy minél tovább és hosszabb időt bent tartani a településen ezeket a vizeket, de jelen esetben ez a nyomvonal erre nem biztosít lehetőséget. Ahol erre lehetőség van, ott megpróbálunk mindent elkövetni és bent tartani a csapadékvizet, de ez akkora mennyiség és volumenű, és nyilván nincs mellette olyan környezet, ami ezt lehetővé teszi, ezért ez a vízhez kivezetésre kerül, és a Kapos folyóba fog távozni Dombóváron. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy rohamszerű nagy esőzésekre kell berendezkedni, amit a jelenlegi rendszer nem tud kezelni. Ezek a villámárvizek ugye már mindenhol jól ismert jelenségek, gyakorlatilag teljesen váratlanul egy órán belül akkor a csapadék hullik a városra, hogy szinte kezelhetetlen. Nyilván naív lennék, azt mondanám, hogy ez az új rendszer erre megoldást fog nyújtani, nem fog, hiszen 100 évre visszamenőleg nem voltak akkor esők, amelyek ma már előfordulhatnak. Erre ugye egyik is példája volt 2020-ban, amikor Gunaras település részen leszakadt az ég, és gyakorlatilag víz alá került egy nagy része az üdülővezetnek. Természetesen ott már viszmőr támogatásból megpróbáltuk a lehető legjobbat kihozni, az átereszeket kitisztítottuk, illetve volt, ahol ki is kellett cserélni, és növelni kellett a kapacitását. Reméljük, hogy ez az új elkészült rendszer, ami pillanatnyilag Gunaras szolgálja, kellőképpen biztonságot nyújt az üdülő tulajdonosoknak. A beruházás befejezése 2023 tavaszára várható.
Hagyományteremtő rendezvénnyel kezdte a 2022-es évet a Dombóvári Ózon Asztma Egyesület. Az új évhez kötődő hagyományok, népszokások elevenedtek meg Balaskó János dráma csoportjának közreműködésével. A rendezvény nem titkolt célja, hogy összehozza a különböző civil szervezetek tagjait. A Dombóvári Művelődési Ház majoros terme adott helyet a Dombóvári Ózon Asztma Egyesület új évköszöntő rendezvényének. Szeretnék mindenkinek reményteljes, egészségben gazdag, boldog új évet kívánni, és a célunk az az volt, hogy a jó kívánságainkat a civil egyesületek összes tagjának tolmácsoljuk, és ezzel a rendezvénnyel szeretnénk újévi jó kívánságokat átadni, illetve az a gondolat jutott eszünkbe, hogy mivel Vízkereszt a karácsonyi ünnepi körnek az utolsó lezáró ünnepe, a mai estnek a programja hagyományokra épül, a Balaskó János vezetésével a drámai szakkör Vízkereszt hagyományaira épülő népi mondásokat és játékokat fog velünk megismertetni, illetve részemről pedig szintén, mivel ez egy keresztény egyházi ünnep, egy picikét a vallási tudásunkat szeretnénk felfrissíteni. Ez a rendezvény most rendeződik meg először a városba. Ha sikere lesz, akkor szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, és szeretnénk bővíteni tovább. Az idei évben először megrendezett újévköszöntő rendezvény mellett a civil szervezetek számos egyéb programmal készülnek. Az év folyamán a minden civil egyesületnek minden hónapban van egy munkaterve, és a munkaterve benne vannak a rendezvényeink. Én az Ózon Asztma Egyesületnek vagyok az elnöke pár hónapja. A mi rendezvénytervünk az most van készülőbe. Úgy néz ki, hogy minden hónapban két rendezvény lesz. Természetesen ebben a hónapban közgyűlésünk. Februárban lenne egy emléknapunk, hiszen az egyesületünk alapító elnöke, dr. Magda Tamás főorvosnak a halálának a 10. évfordulója. Az alapszabályunkban benne van a tiszta levegő. Az ózonosztmásoknak nagyon-nagyon fontos lételeme, és ezért minden hónapban szeretnénk kirándulásokat megtartani, és célul tűztük ki a nemzeti parkjainknak a meglátogatását. Én 6 évig voltam a Dombóvári Civil Tanácsnak az elnöke, ami most civil szövetség lett, és nekem szívem csücske és szívem feladata a civil egyesületeket egy kicsit összefogni, összekovácsolni. A civil tanács elnöke kiemelte, hogy milyen fontosak ezek a rendezvények, ahol a civil szervezetek tagjai találkozhatnak egymással, és betekintést nyerhetnek esetleg a másik munkájába. Az elmúlt pár évben ez egyre jobban erősödött, ez a mai rendezvény is rendkívül jól szemlélteti. Ugye az Ózon Asztma Civil Egyesület meghívásában képviseltethetik magukat a városban tevékenykedő civil szervezetek vezetői, ezen az új évköszöntők is gála este. Eddig a városunk életében egy évben két ilyen rendezvény volt, hogy a civil gála, illetve a civil karácsonyal együtt tudtak lenni az egyesületek. Ez most úgynevezett novum, hogy év elején is egy ilyen köszöntővel találkozhatnak a szervezetek vezetői. Tehát reméljük, hogy ez egy szép hagyománnyá fejlődik ki az elkövetkezendő években. Azt minden a városrendelő intézetébe járó látja, hogy az épület jelenlegi állapotában nem elég korszerű. A fejlesztésre évekkel ezelőtt nyújtott be pályázatot a település, de támogatást forrás hiányában nem kapott. A helyzet most megváltozott, így újra felcsillant a remény a felújításra. A Dombóvári Kórházrendelő intézete az elmúlt közel 50 esztendőben nem esett át jelentős korszerűsítésen. Bár a kórház egy szárnya már modernizálódott, a járóbeteg ellátást végző rész kimaradt a fejlesztésekből. Ez a helyzet változhat meg a közeljövőben.
Nagyon örültem neki, amikor decemberben megkapta a kórház ezt a támogatói okiratot. Közel 300 millió forint értékben kerül egy sorra a rendelintézet felújítására. Nyilván ez a pályázat ez egy 2018-ban beadott tartaléklistán volt, és onnan sikerült újból az élők sorába visszahozni. A probléma jelenleg az, hogy a felújítás árkalkulációja a pályázat beadására 2018-ra vonatkozott, az építőipari árak azóta folyamatosan emelkedtek, így az akkori költségvetés ma már nem fedezi a szükséges beruházást. Ebből a 300 millióból az eredeti támogatási szerződés szerinti műszaki tartalmat nem lehet megvalósítani, ezért is apostrofáljuk mi ezt első ütemnek, hiszen hogyha elkészülnek a kiviteli tervek, és egy feltételes közbeszerzési eljárást le tud folytatni a kórház, akkor kiderül, hogy a valóságban mennyi pénzre van szükség. Nyilván nagyon remélem, hogy tudunk élni a rámelés lehetőségével, és az előbb, amikor azt mondtam, hogy tudunk élni, elkezdtünk együtt dolgozni és gondolkozni a kórház igazgató úrral, és nyilván minden szakmai segítséget megadunk azért, hogy a megfelelő mennyiségű forrás ide érkezzen Dombovára, és a 24. század színvonalának megfelelő rendelő intézetbe tudjanak járni a járó betegek. Nem fogjuk elkezdeni ezt a beruházást. A közbeszerzési eljárás során kiderül, hogy a teljes műszaki tartalom megvalósítására mennyi forrásra van szükség, és mint az előbb is már említettem, nagyon bízok benne, hogy ez a forrás pótlásra kerül, és a tervek szerinti műszaki tartalommal meg tudjuk valósítani ezt a beruházást. Optimális esetben ez a beruházás 2023 második fél évére el is készülhet. A rendelőintézet nem csak a dombóváriak gyógyulását szolgálja, az ellátási körzetben több mint 30 ezer ember érintett. A dombóvári százszor szép óvoda gyermekeinek arcára varázsolt hatalmas mosolyt a városban 2020-ban alakult vállalkozói egyesület. A kezdeményezést, amelynek keretében sok-sok meglepetéssel érkeztek az ovisokhoz, az egyesület tagjai hagyományteremtő jelleggel szervezték meg. A gyerekek műsorral köszönték meg, hogy gondoltak rájuk. Szeretett csomaggal érkezett a dombovári százszor szép óvodába a vállalkozói egyesület. Az ajándékot a tagok által összeadott pénzből vásárolták, melyből 134 gyermek részére gyümölcstálakat, édességet, szaloncukrot és szívószálas üdítőt tudtak adni a 11 csokoládé torta mellé még a 2021-es év végén. Az idei évtől kezdve egy új kezdeményezésben kezdett, úgy döntött a tagság, hogy minden évben karácsony előtt Dombovár valamely óvodáját felkeressük. Következő években is ennek a hagyománynak eleget szeretnénk tenni. Minden évben a város egy más óvodáját keresnénk fel, és évről évre akkor így a vállalkozói egyesület is tudna ezzel egy kis szeretetet, egy kis boldogságot vinni a kisgyerekeknek a körébe, és nagyon jó volt ma itt lenni, köréjük ülni, hisz most már felnőttek vagyunk. Nekem egy nagyon nagy fiam van, és ez nagyon sok örömmel fogott meg. A vállalkozói egyesület ugye 14 vállalkozó tagságból áll, és a 14 vállalkozó önerőből adta össze ennek az anyagi költségét, melyből a 140 gyereknek vásároltunk be. Az ötlet az volt, hogy a vállalkozói egyesület is itt a szeretet ünnepén karácsony előtt szeretett valami jót tenni, amivel boldogságot teszünk, és ugye a városban több kezdeményezés indult már, hagyományosan már évről évre különböző ajándékdobozokat gyűjtöttek, különböző étel elkészítések voltak, amelyekkel a hátrányos helyzetű gyerekeket, hátrányos helyzetű embereket segítették. Mi úgy döntöttünk, hogy mi egy újabbat szeretnénk, és ezzel a legkisebbekkel kezdtük, az óvodákat céloztuk meg, és többek között ugye idén ezt az új dombovári óvodát, majd jövőre folytatjuk a városnak a következő óvodájánál, és évről évre felkeressük az óvodákat. A boldog gyermek mosolyok már magába sokat adtak az adományozó felnőtteknek, de ezen felül műsorral köszönték meg a százszor szép óvoda csoportjai a sok-sok ajándékot. Az átadón részt vett Pintér Szilárd polgármester, valamint a körzet képviselője Kis Balázs és Bogdán László önkormányzati képviselő is. Jaj,
A teleink egyre sívárabbá válnak, már-már csodaszámba megy, ha havat látunk. Ez a tény is ösztönözte a Dombóvári Civil Szövetség által kezdeményezett kiállítást, amely a Tél Dombóváron címet kapta. Felhívást intéztek a civil szervezetek felé, hogy az elmúlt évek legszebb téli fotóit megmutassák a nagy közönség számára. A Havas-Dombóvár elevenedett meg a Város Civil Tanácsa által hirdetett Tél című fotópályázaton. A 2021-es évet zárta ez a rendezvény, ahol a civil szervezetek tagjainak lehetősége adódott a találkozásra. Az előző évek gála estjét most a pandémiás helyzet miatt váltották ki, ezzel a szerényebb eseménnyel. Dombóváron működő egyesületek, illetve alapítványoktól vártunk beérkező műveket. Ez egy újítás, ilyen rendezvény még a civil szférában Dombóváron nem volt. Elsősorban a Dombóváron működő fotóklub tagjai küldtek be, valamint ugye a Horgász Egyesület és Szív Klub, akik prezentáltak számunkra téli fényképeket. Maga a rendezvény és az, hogy itt megtekinthető, ez lesz a díjazás, minimális vendéglátással azért várjuk az egyesületek, alapítványok résztvevőit. A kiállítás színvonalát a Légyképben Fotóklub emelte korábbi felvételeivel. A rendezvényt a civil tanács elnöke nyitotta meg, majd Tillinger Sándor ünnepi köszöntője hangzott el, aki megköszönte a lehetőséget, illetve elmondta, hogy bízik a rendezvény hagyományteremtő erejében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!